Tisztelt vendégeink, nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket a 90 éve Pécsett az Erzsébet Tudományegyetem Pécsi Működése című kiállítás megnyitóján, amely a Pécsi Tudományegyetem jubileumi ünnepségének utolsó, záró aktusa. Ezt a kiállítást az Egyetemi Könyvtár Történeti Gyűjtemények osztályának munkatársai, jelesül Dezső Krisztina vezetésével készítették el. A kiállítást majd egyébként ő fogja részletesen megmutatni. Én a kiállítás megnyitójaként arra szeretném felhívni az Önök figyelmét, hogy érezzék át azt a pillanatot, hogy a karavánok egyik oldalán a múlt, a másik oldalán pedig a jelen szemlélhető meg, hisz a karavánnak a hátoldalán lévő kiállítás egy nemrég megnyitott kiállítás, amely a Mindenképpen Olvasunk szlogen keretében az egyetemi oktatók jelenlegi munkásságát, illetve érdeklődését mutatta be az általuk választott saját könyvek iránt. Ez a kiállítás viszont, amit itt fognak látni a tárlóba, illetve a karavánokba, abban mutat nekünk betekintést, abban nyújt betekintést, hogy milyen páratlanul gazdag volt a jogelőtt intézményünknek, az Erzsébet Egyetemnek a tevékenysége múltja is. Kérem, hogy csodálják meg azokat a tárgyakat, amelyeket mi pécsi egyetemi dolgozók a rektori folyosó képein mondjuk látunk, Prinz Gyulának a pipázó képét, itt az a pipa, amelyet a tárlóban láthatnak. Én nem szeretném Krisztinának a szakavatott bevezető gondolatait és értelmező kiállítás értelmező gondolatait ide előtt lelőni, viszont arra hadd hívjam fel a figyelmet, és ezzel tulajdonképpen az Egyetemi Könyvtár vezetőjeként ígérkedem, hogy páratlanul gazdag munkát végez ez az osztály, és azok, akik ott voltak a levéltári konferencián, majd szeretettel várjuk őket a múzeum 10 éves jubileumára is, ahol ezt a fajta tevékenységet fogjuk majd nyilván méltatni, és ennek egy nagyon szép szeletét látják most. Én kívánom Önöknek, hogy mélyüljenek el a Pécsi Tudományegyetem jogelődjének, az Erzsébet Egyetem múltjának, történetének relikviáiban, és kérem, hallgassák szeretettel Dezső Krisztinának a gondolatait, gyakorlatilag a kiállítás a tárlat vezetését. Én is szeretettel mindenkit köszöntök itt a kiállítás megnyitónkon. Ugye a főigazgató asszony is utalt arra, hogy ez a jubileumi évnek az utolsó felvonásaként nyílik meg ez a kiállítás. Ugye tavaly is már jubileumot ünnepelt egyetemünk. 100 évvel ezelőtt, 1912-ben alakult meg a Pozsonyi Tudományegyetem. Ugye ennek tavaly készítettünk egy kiállítást, egy vándorkiállítást, amely valamennyi korunkon megtekinthető volt, és tulajdonképpen ennek a kiállításnak lenne a folytatása ez, ami pedig az idei évfordulóhoz, a 90 éves Pécsre költözéshez kapcsolódik itt a tudásközpont bemutatásában. Ez most nem egy vándorkiállítás lesz, de január végéig itt megtekinthető lesz ez a kiállítás. Még annyit szeretnék kicsit pontosítani, hogy nem csak a mi gyűjteményből találhatóak anyagok itt, de 99%-ban valóban az egyetem történeti gyűjteményből. Az Orvoskari Múzeumból főleg tárgyakat, néhány érdekességet kaptunk kölcsön, ami egy kicsit színesíti a mi kiállításunkat. Szeretném a kolléganőim nevét is megemlíteni, akikkel együtt készítettük ezt a kiállítást, dr. Smetszer Pohánka Éva és Gergely Zsuzsanna volt az, akivel közösen készítettük ezt a tárlatot. Ez a tárlat, aki tavaly látta a kiállítást, egy kicsit különböző lesz a tavalyitól, hiszen itt az általános bemutató mellett főleg a professzorok személyére helyeztük a hangsúlyt. Ez inkább egy komplexebb történeti áttekintést próbál adni, és kevésbé a személyükre helyezi hangsúlyt. Próbáltunk azért természetesen a professzorok személyére, a nagy oktatók személyére is gondolni, hogy a látogatók őket is megismerhessék. Ott a kisasztalon majd látni fognak egy viszonylag vastagos kötetet. Ebben megismerhetőek lesznek professzoraink, fényképekkel, rövid kis életrajzokkal, a legfontosabb művekkel kiemelve. Mint látható, hogy ilyen vastag ez a kötet, ezért sajnos helyhiány miatt nem kerülhettek be, hiszen több mint 100 professzorról beszélünk ezekben a vitrinekben, ezért inkább ezek a tárlók valóban az általános anyagot fogják bemutatni. Egyrészt a helyszíneket is szerettük volna bemutatni, kicsit összehasonlíthatóak
legyenek a korábbi helyszínek, ugye tavaly is volt egy pozsonyi egyetemi épületeket bemutató kis rész. Itt a paraván közvetlen önök mellett a három helyszín, a pozsonyi, a budapesti és a pécsi épületeknek a mai képét és a régi fotóját láthatják, és felsorolva azt, hogy milyen egyetemi egységek működtek ezekben az épületekben, és amelyekről volt természetesen a hír és mai fotóval együtt térképpen való elérése. És egy kicsikét ugorjunk ugye itt a történeti részhez, nem fogok annyira nagyon részletesen belemenni, hiszen majd önök itt végig böngészték, hogy elolvashatják a paravánokat. Az első részben egy kicsit is visszatekintés arról, hogy milyen felsőoktatási intézmények voltak itt az egyetem idekerülése előtt a városban, és milyen tervezetek készültek az eljövendő pécsi egyetemre, milyen próbálkozások voltak itt egyetem alapítás tekintetében. Ez a rész Schmelzer Konrad Éva tudományos kutatásainak egy pici kis rövid összefoglalóját ezen a tablón. A következő három vitrénosnak tovább lépnek majd ezek az általános összegyetemi történetet próbálják bemutatni. Ugye kezdünk az első pécsi tanítóval, hiszen egy nagy ünnepély keretében nyílt meg itt 1923. október 14-én ez az egyetem. Látni fogják ott az első tanítótól készült fényképet, az ott elhangzott beszédeknek a kiadott változatát és a színházbeli díszelőadásnak a plakátját. Aztán így tovább lépve ugye különböző talrendeket, gyakorlatilag még a budapesti időszakból is, ugye amikor még párhuzamosan működött a kolozsvári egyetemmel, elég kevés forrásunk és tárgyunk van ehhez a budapesti időszakhoz, úgyhogy eleinkább itt csak utalunk és a paravánokon olvashatnak róla, sajnos igazából tárgyi anyagunk és a tanrendeken kívül nem igazán maradt meg egy-két indexben, találunk még budapesti bejegyzéseket. Igazából majd önökre bíznám, hogy így böngészgessék a dolgokat, a különböző egyetemi rendezvények meghívói, ugye amik rövid délelőtt az én előadásomban volt, a tudományos egyesületeknek a különböző meghívói, az évzáróknak a meghívóit böngészgethetik, a programok nagyon érdekesek lehetnek esetleg önöknek. Néhány tárgyat is kiállítottunk ide a vitrénekbe, ki szeretném emelni azokat a dékáni látszókat, amelyeket egyébként 2008-ig használt az egyetem vezetése, és utána kerültek ide a múzeumba, de az Erzsébet Tudományi Egyetemnek, hogyha megnézik a korábbi rektor festményét, akkor ezek a dékáni láncok feltűnnek. A második vitrénben pedig egy nagyon érdekes serleget lehet látni, amit az Orvoskori Múzeumból kaptunk kölcsön. Ugye itt voltak ezek az úgynevezett serleg beszéd ünnepségek, ez a második serlege az egyetemnek, amelyet itt megtekinthetnek, ugye egyetemi rektorok, vagy pedig meghívott közéleti szereplők, közméltóságok tartottak itt beszédeket. A harmadik vitrénünk, amit majd meg fognak tudni tekinteni, szintén még ez az általános anyaghoz kapcsolódik, de már egy kicsit próbáltuk itt differenciálni a különböző egyesületek, kollégiumok, néhány érdekességet is próbáltunk megtenni ebbe a vitrénbe. Itt a Szentmor kollégiummal kezdődik, ugye itt ma délelőtti konferencia részvevői is ebben az épületben voltak, hogy a Szentmor kollégiumnak nagyon szép alapító levelét, különböző kiadványait, újságait, meghívóit lehet majd látni ebben a vitrénben. Itt olvasgathatnak, nézegethetnek adatsorokat kollégiumokról, menzáról, a PEAC-ról, néhány érdekes fotó, például az 1938-as kassai futóversenyről, amelyen a PEAC futói is részt vettek. Nagyon fontos volt az egyetem, ugye a vízdoktori címek adományozása. Ehhez is néhány fotó meghívó fog kapcsolódni, Kébezer Kunóról egy visszaemlékezés. Kóman Bálintnak majd lehet látni itt a vízdoktor ünnepségéről készült fotót. És hát idén gyarapodott múzeumunk Nedvik Andor polgármesternek a vízdoktori oklevelével, amit az örökösöktől kapott meg ajándékba a múzeumunk. És sajnos ide nem fér a vitrénbe, mert nagyon nagy, de láthatnak róla egy fotót, és hát majd reméljük, hogy nem sokára kiállításra kerül majd az Egyetem Történeti Múzeumban. Az utolsó vitrénben, ami a mi szívem csücske, egy kicsit a könyvtár, amelyet szeretünk külön hangsúlyozottan foglalkozni, hiszen ez is egy nagyon-nagyon fontos egysége az egyetemnek. Rögtön azzal indítunk, ami nagyon tanulságos, hogy hány könyvet sikerült Pozsonyból megmenekíteni, majd látni fogják, hogy hát ez egy nagyon vékony kis dokumentum, tehát egy pár száz kötetről van szó, sajnos ott egy szinte 80 ezer kötetes könyvtár úgy maradt. A további részekben már az itteni működésnek a dokumentumait mutatjuk be. Ugye azzal kezdve, hogy 1923-ban az Icsi Gyula püspök örökös használatra átengedte ezt a könyvtárat a
az egyetemnek, és tehát ugye a mai napig az egyetem kezelésében és működtetésében működik ez a könyvtár. Különböző meghívók, nagyon érdekesek lehetnek azok a kis napi munkaeszközként is használt raktári kérőlapok, kölcsönzői jegyek, mert hogyha ma már minden gyakorlatilag számítógépen folyik, és tehát régen ilyen ez a papír alapú kis cédulákon mentek ezek a munkák. De az egyetemi könyvtár ennél sokkal több volt, hiszen itt is folyt tudományos munka, néhány kiadványát lehet látni ott az egyetemi könyvtár. De például az egyetemi könyvtár a Mecsek Egyesületnek is tagja volt, Könyvbarátok Egyesületének tagja volt, ezeket a tagsági igazolványokat is megtekinthetik majd ott. De például a Bécsi Ünnepi Hetek programjában is benne volt az egyetemi könyvtárnak a megtekintése. Ha majd itt a kis kanyar után jönnek felfelé, akkor a következő tablókat szeretném ajánlani, hogy olvassák el, mielőtt a középső négy vitrint megnézik. Azokon a tablókon röviden összefoglaljuk a négy egyetemi karnak a történetét, elhelyezésük kapcsán, hova kerültek, milyen körülmények között költöztek le így a késő az épületekre, a tanárikarról, a működő intézetekről és a hallgatókról olvashatnak kis összefoglalókat. A második vitrénnek a végén pedig ott egy kicsit még visszaugorva az általános vitrén, ez a kollégiumokról, a diákpolitikai egyesületekről olvashatnak. A középső négy vitrénben a négy kart szerettük volna bemutatni. Ugye itt is már említettem, hogy kevésbé a professzorok személye volt az, ami kiemelt, mert hogy helyhiány miatt igazából az általános dolgokat tudjuk bemutatni. Tulajdonképpen minden karnál próbáltunk tanrendelet bemutatni, milyen tantárgyakat hallgattak, hogyha voltak, akkor megmaradtak indexeket, amelyben meg lehet tekinteni, hogy mondjuk milyen abban a fél évben miket hallgathatott az, aki bizonyos tanuló, meg lehet nézni híres professzorainknak saját közülaláírását. Tárgyi anyagban itt is kicsit kevésbé jól állunk, mint dokumentumokban, de ezért minden karhoz próbáltunk egy-két jellemző tárgyat, vagy valamit, ami ehhez a karhoz kötődik. Ugye a pénzügyek pipájáról már volt szó, a bölcsészkari vitrínben még egy korszakból származó írószer készletet helyeztünk el. Jogikari vitrínben szintén ugyanezek a tanrendek, működési dokumentumok, meghívók mellett Molnár Kálmán professzornak az asztalterítőjét, ami megmaradt. Ugye az orvoskar az annyiban szerencsésebb, hogy ott maga a munkaeszköz is sok-sok tár, és azért itt kicsit jobban állunk. Szintén az orvoskari múzeumban származik egy nagyon szép mikroszkóp, és ami nagyon érdekes, és szintén felhívnám a figyelmet, hogy Enc Vilhánk a 70. születésnapi ünnepségére professzor társai készítettek egy ezüst cigarettatartó dobozt, ami még azért is érdekes, mert hogy valamennyi professzornak az aláírása gravírozva megtalálható ez a dobozon, ezt is meg tudják tekinteni. Ahol itt még néhány tárgy származik, és szerintem ezek is érdekesek lehetnek, ez a Sztomatológiai Intézet, ami egyrészt magában is különleges szerintem, hogy egy elég hosszadalmas létrejött volt ennek az intézetnek, és itt maradt meg néhány eredeti tárgyat, műszerkészlet, kaucsuklapok és amalgám, amit meg lehet tekinteni. Kicsit ugorva az időben, itt már a 40-es évek végén a Belklinikának van egy karszalagja, de még Erzsébet Tudomány Egyetemes pecsét található rajta. Nagyon sokan nem tudják, talán a városban sem, hogy az egyetemismerők azok tisztában vannak vele, hogy volt ennek az egyetemnek Sopronban egy evangélikus hittudományi kara is. Az utolsó vitrínben ennek a történetét szerettük volna bemutatni. Itt talán azt szeretném kiemelni, hogy 1930-ban itt egy új épületet emeltek Sopronban, amelyek Lebesberg Bruno kultuszminiszter és Földi Miklós is megtisztelt a jelenlétével, amikor beleadták. Nagyon szép fotóalbum készült erről az avatásról, ennek a képeit szintén láthatják itt majd a vitrínben. Néhány index és fotó színesíti még ezt a kiállítást. Ugye ez a kar, ez 1950-ben szintén levált az egyetemben, a Budapesti Evangélikus Hittudományi Egyetem az utól. Igazából önökre bízom, hogy mazsolázzanak, mert nagyon-nagyon sokféle dokumentumot fel lehetne sorolni. Minden vitrínben azt hiszem, hogy találhatók érdekességek. Próbáltunk itt a meghívók egyéb ilyen dolgok mellett a kis diák életről egy-két fotót betenni, a diákoknak a használati eszközeiből, például itt az evangélikus hittudományi karnál jegyzeteket láthatnak az egyik óráról.
És hát mindenképpen szeretném ajánlani, amit már említettem, itt a professzorokról szóló kicsike kis könyvestünket, amit érdemes lapozgatni. Emellett még a disztoktorokat is tartalmazza ez a kötet. És hát jó böngészés, nézegetést kívánok mindenkinek, és hát szeretném akkor önöknek itt átadni a terepet, és nézelődjenek, és hát itt vagyunk mi a kolléganőim, mert hogyha valamelyik tárgyal vagy valamivel kapcsolatban szeretnének konkrétan kérdezni, akkor nyugodtan forduljanak hozzánk. Köszönöm szépen! Érzékelték, hogy Krisztina a tudásának a töredékét adta itt most nekünk elő, aki érdeklődik a mélységek iránt, tekintsék meg valóban, kérdezzenek tőle és a munkatársainktól, és nagy tisztelettel megköszönöm a jelenlétüket, és ezzel gyakorlatilag a jubileumi rendezvény sorozatnak a kiállítását megnyitom. Köszönjük szépen a figyelmet! Tessenek parancsolni! Thank you.